először játssz a Budapesten kívüli színpadon a Bánkbánt a Budapesti Nemzeti Színház. A Magyarországon nagy sikerrel debütált előadást illeszti a társulat a Belgrádi Nemzeti Színház kis színpadára. A vendégjáték során a stábunk a próba folyamatról is forgatott. Bánkbán a nemzeti és más színházak kötelező és népszerű darabja. Ezt próbálják előadás előtt a színészek. Attila mindig kíséri az előadásait, és idomítja éppen az aktuális térhez, vagy ez egy kivételes eset? Hát igyekszem ott lenni, mert minden tér egy másik fajta zene, egy másik fajta ritmusképlet, és ha csak úgy egyszerűen beállunk és lejátszuk, az nagy valószínűséggel sérül, mármint a produkció. És ezért kell egy kicsikét alakítani, kicsikét rá idomítani tényleg a térre a produkció. Az nehezítő körülménye, hogy egy hónapja játszotta nagyjából az előadást a társulat, ez mennyire hosszú idő, vagy mennyire számít frissnek ilyenkor? Én úgy gondolom, hogy nincs probléma. Nagyon sokszor játszottuk már, ez egy nagyon sikeres előadásunk, és benne van az emberekben. Nyilván egy új tér, egy új játszó tér az mindig kihívás, és ilyenkor van egy kis döcögés még, de hát azért van a lejáró próba, azért van a munka előtte, hogy estére minden rendben legyen. Egy teljesen idegen térben vagytok, és úgy hallottam, hogy nagyjából egy hónapja játszottátok ezt az előadást. Hát mennyi kellett, hogy így beüljön ez a tér, hogy beült egyáltalán? Előadás közben fog kiderülni, hogy mennyire tudott beülni. Ugye a előző nap játszott a Nemzeti Színház körhintát ezen a színpadon. Tehát próbálni csak ma tudtunk elkezdeni 3-tól. Úgyhogy nyilván az, hogy nagyon beüljön egy új tér, vagy egy új rendszer, ahhoz az nem árt egy összpróbát tartani, erre most nem nagyon volt lehetőség. De olyan nagyon sok nem változott, igazából jó néhány járás került, tehát kicsit egyszerűsödött, inkább azt mondanám. Meg nagyon oda kell figyelni fejre, lábra, hova lép az ember, mert ugye itt hátul, a díszlet mögött egy kis... Hát ez csúnya, hogy tákol, de egy ilyen labirintus van, mindenféle keresztvasakkal, stb. De a fiúk ilyenkor ezt mindig világos színű szikszalaggal jelölik, hogy nehogy az ember lefejelje, persze az a drukk, az bármire képes. És azt is láttam, és ebből feltételezem, hogy a csörlő az nálatok otthon egész máshogy forog, mint itt, vagyis hogy otthon nem forog itt meg, igen? Igen, otthon úgymond ilyen pörgésgátlóval ellátott ponthúzóval dolgozunk, és ez meg ez a drótkötél és a csiga, ami tekeri, az attól, hogy elkezdi tekerni, kerül rá egy súly, elkezdi tekerni, úgyhogy amikor ezt kipróbáltuk, ez meg az egész próba előtt mindig kipróbáljuk az akasztásomat, hogy engem felakasztanak ebben az előadásban, akkor az egy pillanatra ijesztő volt, amikor elkezdett pörögni, aztán így szépen begyorsult, és egyre jobban pörgött, és szóltam is, hogy engedjenek le, mert kicsit rosszul lettem. De most próbáljuk megoldani éppen a kollégák, hogy nem fogok pörögni. Vibe! Hol így, hol úgy beszélsz? A Bánkbán nem könnyű darab. Vidnyánszky Attila darab rendezője szerint játszani, rendezni és tanítani is nehéz. Mennyire gyorsan csípte egy nyakon a figurát? A helyzet az, hogy én ezt már egyszer eljátszottam Sepsi Szentgyörgyön, tehát találkoztam már a figurával, ezért volt egy kis lépés előnyöm. Viszont a körülményeket, amiket Attila, amit a rendező Vidnyánszky Attila megteremtett, azokat nyilván nagyon gyorsan kellett összehoznom. Ez valóban lépés előny, Laci? Hogyha van egy prekoncepciód, ha van egy megtapasztalásod, és adott esetben egy teljesen más megvilágítású Bánkot láthatunk. Nem tekinthetem lépés előnynek is, ugyanakkor egy nagy akadálynak is. Tehát ez így kettős volt. Nyilván az előző történetet kellett nekem gyakorlatilag kiradíroznom, ugyanakkor bizonyos helyzetek már megvoltak bennem, tehát bizonyos szituációkat, atmoszférákat tulajdonképpen csak el kellett mélyítenem. És hogy kerültél ide Sepsiszentgyörgyről? Nem csak ebben az előadásban játszol. Szerintem... Nem tudom, Attila, gondolom a csápjait így
kinyújtotta, és hát nem tudom, tehát pontosan nem tudom a történetet. Ő hívott, tehát? Igen, Vidnyánszky Attila hívott. És gyakorlatilag most ingázó a Sepsiszentgyörgyi és a Nemzeti között? Így van, igen. Mennyiben más egyébként a Nemzetiben játszani? Tehát mennyire újszerű, és mennyire nézed még mindig tágra nyílt szemekkel a Nemzet? Az van, hogy nyilván két különböző, egyrészt fizikai nagyságú intézmény, tehát hogy jóval nagyobb a Nemzeti Színház, ezért meg kellett küzdenem a feladatokkal, nyilván ez logisztika, hogy hogyan játszunk. A másik pedig, hogy végül is milyen irányú előadásokat hoznak létre. Ezek az előadások, amikben benne voltam, azok tulajdonképpen hasonló logika, esztétika mentén születtek nagyjából, mint amit például mi Sepsiszentgyörgyön keresgélünk, ahogyan keressük a színházat. Voltam 2,5 órás előadásnak a 3,5 óra hosszás próbája. Mennyit vesz ki ilyenkor belőletek színészekből? Hát most nagyon izgult. Én belőlem most sokat kivett, mert nagyon más a tér, nem tudtuk az összes díszletet elhozni, mások a fönti járások, tehát nincsen meg úgy technikában minden, ahogy otthon. Át kellett minden picit variálni, hogy meg tudjunk mozgásokat csinálni, ehhez képest játékokban is, ugye egy picit hosszabb a színpad, tehát nyúlt a játéktér, jobban meg kell húzni bizonyos távolságoknál a lépéseket vagy a játékot, tehát és a vége felé már éreztük, hogy kevés az idő, tehát most már nagyon abba kéne hagyni, hogy mindenki el tudjon készülni, hát a csajoknak mindenkinek hajakat csinálnak, festést, nem tudom én. Úgyhogy én most azért is rohantam föl gyorsan a büfébe egy kávéra, hogy én most hirtelen azt éreztem, hogy valahogy vissza kell szerezni az energiákat. És én tudom, hogy egy külön lelki állapotba kezdi a színész az előadás nyilván, és akkor visszajönnek dolgok mélységében, de amikor mégis ennyire bizonytalan egy csomó minden, és egy egész más mindenre kell figyelni, mint amúgy otthon, ahol egyébként játszátok az előadást, akkor nincs ilyenkor egy plusz trukk bizonytalanság, és attól való félelem, hogy ezeket a mélységeket nem találjátok majd? Van a plusz trukk, van a plusz félelem, de ilyenkor az ember azt csinálja, hogy még jobban megpróbál koncentrálni. Mert az egyrészt segít visszaemlékezni arra, hogy mit mondott a próbán, hogy most ne innen jöjjek, mit mondott az Attila, hanem onnan, igen. És abban a pillanatban az ember tudja. És a koncentráció pedig abban is segít, hogy megcsinálom pontosan, és akkor megvan egyszer csak a mélysége. Fél óra van még előadás kezdésig. Udvaros Dorottya a művész öltözőben fogad. Először vittek tájolni ezt az előadást, teljesen új térben játszanak ma este, itt a lejáró is rendelkező próbán. Mik a tapasztalatok, milyen lesz a ma este, lehet-e bármit is borítékolni előre ilyenkor? Hát nem lehet. Ez a koncentrációnktól függ, hogy a más, teljesen más mélyjárások, teljesen más méretű takarások, más minden, más a mélység, más a hossza, más a hát, tehát minden más. Úgyhogy nagyon erős koncentráció kell, és aztán ebben még tévedések még bőven beleférnek, de hogyha az egészet áthatja egy erős koncentráció, akkor tulajdonképpen a nézők, én azt gondolom, hogy nem vesznek ebből észre semmit. A színi kritikusok és a szakma szerint Vidnyánszky Attila átütő erejű kortárs bánkbánt állított ez alkalommal kamara színpadra. Éppen itt most Belgrádban, és 2018-ban
hol van a bankbanknak az örök érvényessége, és hogy mitől függ az, hogy egy dráma engedje magát átfésülni, magyarul kortársítani? Hát jó kérdés, mert a bankban mindenről szól, amit most megkérdeztél. Egyesek szerint a legjobb magyar dráma, de valószínűleg, hogy a legjobb magyar történelmi dráma, ami valaha megszületett. Olyan örök érvényű kérdéseket tárgyal, amelyek ma is bemozdítják az embert. Tehát olyan erkölcsi normákat, olyan morális szférákat érint, amelyek nyilván, hogy ma épp annyira aktuálisak, mint akkor voltak. A hatalom, a hazaszeretet és a szerelem háromszöge az, ami mozgatja itt a dolgokat. És hát az a viszonyrendszer, amit tulajdonképpen Bánk, mint nagyúr maga körül kialakít, amikor hazatérvén a tájolásból látja, hogy tönkrement az ország, és még a feleségét is elcsábították, vagy vélhetően elcsábították, közben pedig a király sincs otthon, hiszen a keresztes háborúban harcol. Mit tehető a királynő ellen, aki mindezt tette, ugye Gertrudisról van szó, hogy mit nem, ez egy olyan viszonyrendszert hoz létre, amely egyszerre taglalja a szerelem háború, a háború hazafiság körét is, és hát talán emiatt van az, hogy ez az előadás is ez domborítván ki méltán képviseli a bankban ma is. Az előadás zenei világa nagyon változatos. Elsőre nem is gondolná az ember, de a német rap John Lennon és a Járom az utam nagyon jól megférnek egymás mellett. Balázs, hogy állt össze akkor ez a színész zenés csapat itt az előadás mellett? Úgy volt az egész, hogy mi ugye Cserhalmi Gyagy osztályába járunk, akkor voltunk harmadéves hallgatók, amikor Vinyánszky tanár úr rendezte ezt az előadást, és az egész osztályt felkértő legyen benne az előadásban. Az alapvető ötlet volt, hogy élő zenét szeretne a darabban, és megkeresztő, ki milyen hangszer játszik, így jöttek össze a különböző dob, zongora, gitár, bőgő, basszusgitár, ezek a hangszerek. És akkor tehát volt egy zenei világ, amit ő kitalált, amik már rögzített zenék voltak, és benne vannak az előadásban. És ehhez képest még voltak ötletei, ilyen volt az Imagine című szám, a John Lennon szám, ugye, és akkor azzal való játék, hogy az annak a német verzióját berakni. Szóval annak a német verzióját berakni az előadásba. Akkor igazából ilyen közös ötletések voltak, azt hiszem, de a tanár úr vezette az egészet, és mindig neki mutattuk meg a zenét, és ő döntött el, hogy mi legyen ebből benne. És milyen nyom mellett választottátok pont ezt vagy azt? Hát mindig az adott jelenet teszik, tehát ez mindig a zenék, nagyon ritkán van az, amikor külön szól egy zene, mindig egy aláfestő zenék vannak a jelenethez, tehát ami hangulatába illik hozzá, akár a jelenet feszültségéhez, érzelmi töltetéhez, és ehhez kapcsolódnak a számok. Aha, mert ahogy itt néztem a próbát, azt várni az ember, hogy ebből lesz aztán a végén egy zenei katyvasz, és nem. Remélem, örülök, ha ez itt tűnt. Nem, szerintem se. Hát igazából a koncepció az volt, hogy ami végül lett az eredmény, az, hogy az elejétől kezdve van egyfajta modern zenei világ is, és akkor ugyanakkor részletek felcsengenek a klasszikus operából is. Tehát ugye ezen egy modern, egészen jazzes, hip-hopos hangzás keveredik egészen a klasszikus zenékkel, de akár a beat zenével, mint ugye az Imagine Journal-féle. És tehát nem műfaji megkötöttség volt inkább, hanem azt, hogy az adott jelenethez minél jobban ilyen hangulatában, stílus nem teljesen eklektikus, azt hiszem, a zenei választás. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy a nézőt mi fogja meg.
Tehát én nagyon megvoltam ijedve, amikor azt mondták, hogy én leszek. Mert én nem gondoltam volna, hogy 51 évesen, vagy mondjuk ez két évvel ezelőtt, hogy 49, tehát hogy ez még valaha még rámosztja valaki. Tehát hogy ez már nekem elmúlott. És nekem megvolt annak idején az Ofélia, ugye a Hamletben a pályám kezdetén. És azért nagyon hasonló szerep, vagy legalábbis motivumaiban hasonlít. És akkor számomra az kezdett el érdekes lenni, hogy a pályám elején megvolt az Ofélia, ami egyébként nagyon sikeres voltam, azt mondták, hogy jól sikerült, hogy most így középkorú nőként, egy nagyon hasonló törékeny, tiszta nő, aki ugye eltörik, megőrül és meghal, hogy mennyivel többet tudok ebben bele, tehát amit eddig megéltem, elmúlt azóta 25 vagy 30 év, hogy ez a megéltség, nem baj, hogy idősebb vagyok már, mint általában, hogy szokták játszani ezt a szerepet, de hogy esetleg ezzel a 25 év alatt tapasztaltam annyit, éltem annyit, hogy másként vagy mélyebben tudom megfogalmazni ezt a problémát, mint amit az Ofeliában még pályakezdőként nyilván nagyon sok szakmai hibával, vagy nem tudom mivel, de érzékenységgel megcsináltam. Tehát nekem ez volt ebbe a kihívás. Susan, lehet-e hozzáérni ehhez a szerephez, illetve kell-e? Minden szerephez ugyanígy kell, ilyen Susan, ilyen semmi tudással hozzáállni. Tehát a próba folyamat az arról szól, a közös munka, a rendezővel és a partnerekkel, hogy egy olyan megközelítését találjuk meg egy darabnak, ami pont ma, pont most, pont rólunk szól, és ezen belül az én szerepem is ehhez fog igazodni. És ebben az udvaros Dorottya-féle megformálásban és a Vidnyánszky-féle rendezésben ez a Gertrudis most 2018-ban. Mi ennek a karakternek az igazsága, hiszen senki nem ilyen vagy olyan, hanem ilyen vagy olyan lesz. És rendezés szempontjából, és a színész, amit hozzáadott, hát milyen lett? Hát, hogy milyen lett, sokféle reményeim szerint. Egy jó előadásról különböző nézőknek különböző élményei vannak. És ez nagyon izgalmas, és ez jó. Mi azt kerestük, hogy ez a nő, aki boldog házasságban él a férjével, 4 gyerekük van. De elmegy a férje háborúzni, és ő ott marad egyedül. És neki kell viselnie a koronát. És ez egy részben egy kényszerhelyzet. Természetesen a Gertrudban van ambíció arra, hogy ő vezetője legyen ennek az országnak, de hogyha a férje itthon lenne, akkor semmi probléma nem lenne. De nincs itthon. És ő muszáj egyszerűen. Miközben anya szeretne lenni, és szerető feleség lenne. És persze hát nem magyar, hanem német. Amit a bánkbán is mond, hogy ha ti külföldön lennétek magyar urak, akkor ti nem a magyar honfitársaitokat helyeznétek előtérbe. A Gertrudis ugyanezt csinálja. Persze az itteniek ezt nem szeretik, és nem érzi meg az arányokat. Tehát nem egy igazán jó vezető, az megérzi azokat az arányokat, amíg lehet menni, és amikortól már vigyázni kell, és nagyon kell figyelni arra, akik körülött élnek. A Gertrudis ezt nem vesz észre, és ez a drámai vétsége az egyik, amiért meg kell halnia. Attila, ez a harmadik Bánkbán rendezésen, most Kamara színházi térben helyezte. Az miért van, vagy honnan van ez a késztetés, hogy újra és újra előveszi a Bánkot, és valami olyat akar mondani, olyat akar mutatni, amit eddig még nem? Tehát mi az, ami csiholja ilyenkor? Hát egyrészt úgy gondolom, hogy ez a legjobban megírt magyar színdarab. Olyan alapkérdéseket vet föl, olyan kérdésekkel foglalkozik, olyan problémákat, témákat hoz föl, amelyek, mint ahogy ez kiderül, 1000 év óta alaptémái kárpát-medencei létezésünknek. Tehát ilyen értelemben ez egy örök kérdés, egy örökké fölteendő, egy újra és újra megfogalmazandó és megválaszolandó kérdés. Ez egy kicsit úgy vagyok vele, mint az ember tragédiájával. Tehát ott a létünk, az emberi lét értelme kapcsán tevődnek fel olyan kérdések, amelyeket jó esetben az ember minden nap föltesz magának. Itt meg a nemzeti létünk nagy kérdései tevődnek fel.
hogyan tudunk mozdulni, hova mozduljunk, úgy tudunk-e mozdulni nyugat felé, ahova mindig is vágytunk, megtartozónak éreztük magunkat, hogy a nagyon is keletről jött zsigeri dolgainkat nem vesztjük el, mert akkor a lényegünket vesztjük el. Ez egy örök kérdés. A vendégszereplésen egy olyan együttműködési szerződés is megszületett, amely alapján a belgrádi és a budapesti nemzeti színház több területen is együttműködik egymással.